Sziasztok! Boldog Vlogmas! Reggel 8:30 van, és mindjárt indulok dolgozni. Ez a kevésbé izgalmas része. Ami viszont izgalmas, hogy munka után délután megyek majd az Avon karácsonyi eseményére, ami nagyon-nagyon izgalmas, és már alig várom, hogy ott legyek, ugyanis konkrétan 2 év után kinyitják nekünk az állatkertben levő kis körhintát, ami most így a Covid miatt le volt zárva, és én még sosem voltam ott, és nagyon-nagyon szeretem volna mindig is elmenni, úgyhogy ma extrán várom ezt a napot és ezt az eseményt, mert tényleg ez egy ilyen, hát nem is egy álom vált valóra, az talán túlzás lenne, de hogy így tényleg nagyon szerettem volna már elmenni oda, úgyhogy gyorsan megyek dolgozni, aztán pedig az eseményen találkozunk. Egyébként pedig ez lesz a ma esti szettem, meg hát ugye az irodában is ezt fogom viselni. Egy ilyen kékes, szürkés ruha van rajtam, harisnya, lesz még pulcsi, kabát és egy tomcsizma. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. December 9-e van, és épp az imént vettem fel egy teljesen másik karácsonyi videót, ezért vagyok ennyire kisfinkelve. Reggel pedig kinyitottam az adventi naptáramat, és képzeljétek, ez volt az első olyan nap, amikor fingom nem volt, hogy mi van benne. Nyilván látom, hogy valami sárkányos, de hogy ez egy matrica, vagy micsoda, nem tudom, fogalmam nincs, teljesen mindegy, az unokanővérem lánya majd biztos örülni fog neki, és ő talán rá is jön, hogy ez effektíve micsoda, de mindegy. Most viszont nem sokára elindulok, mert megyek körmöshöz, és már elég gérem fért, mert nagyon le van nőve, 4 hete voltam, és sajnos nem tudom még, hogy milyen legyen a körmöm. Nyilván lehetne valami karácsonyos, hiszen beleesik a karácsony, de annyira azért még sem akarok karácsonyosat, meg az nem is lenne túl alexás, szóval még nem nagyon tudom, hogy milyen lesz a körmöm, de bízom benne, hogy amíg odaérek az úton megszülöm. Ha nem, akkor még majd kérem a körmösöm segítségét, vagy nem tudom. Tudom, hogy ezt annyira nem szokták szeretni, de most sajnos tényleg nem volt időm gondolkodni semmiféle körmön, szóval ez van. Már másnap van, vagyis 10-e, éppen még ébredezem, most ittem meg a pohárvizemet és a kávémat, de még nem nagyon hatott, úgyhogy bocsi, hogyha kicsit kóvás vagyok. Tegnap voltam körmösnél, és végül, mindjárt megmutatom, hogy néz ki, de végül egy ilyen karácsonyiasabb, szerű körmöt választottam, végül úgy döntöttem, hogy legyen már benne azért valami csillogás, úgyhogy a végül egy ilyen nude alapra egy ilyen nagyon szép ezüstös, hologramos, irizáló csillámot tettünk, és akkor ez lesz igazából én a karácsonyi körmöm és a újévi. Na, de most megyek dolgozni, aztán pedig még jelentkezem, de fáradt vagyok. Szóval dolgozom, aztán még bejelentkezem, mert ma nagyon izgalmas program lesz. Egyébként igen, ez a heti vlogmas a programokról fog szólni. Sok programom van, sok-sok izgalmas programom, úgyhogy még bejelentkezem majd. Végeztem is a munkával, és sikerült valami csoda folytán el is készülnöm úgy, hogy nem késtem el, szóval rekordsebességgel kaptam össze magamat, és lassan indulok a vetítésre, de mielőtt elindulok, gondoltam, elmesélem, hogy pontosan mi is ez, ahova most megyek. Ádám barátomnak lesz egy vetítése a Lurdi moziban, 3 filmjét fogjuk látni, amiken 8 évig dolgozott, elképesztő, így kimondva is, nagyon durva és elképesztően büszke vagyok rá. 3 különböző témában fognak szólni egyébként a filmek, és én leginkább személy szerint a Local Groups-ot várom a legjobban, az a csillagokról szól és a felettünk lévő világról. Ez amúgy is egy hozzám közel álló téma, ráadásul láttam egy kis sneak peeket is, mert kijött egy videóklipjük, és már ott is elképesztő
lenyűgöző volt a látvány, és tehát konkrétan lenyűgöző volt. Viszont ami még így a vizuális hatáshoz hozzátesz, hogy a Neo zenekar konkrétan élőben fog játszani az egész vetítés alatt. Összehangolják, konkrétan tényleg ami a zene a filmben lenne, azt ők élőben fogják ott játszani, és elképesztő látvány lesz szerintem, és egy olyan élmény, amit biztos, hogy egy darabig nem fogok elfelejteni. Úgyhogy szerintem lassan indulok is, mert már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. December akárhanyadika van, én már nem tudom követni a dátumokat, de erre való az adventi naptár, hogy legalább reggel tudjam, hányadika van, aztán úgyis elfelejtsem. De a lényeg, amiért bejelentkeztem, nem ez volt, hanem hogy elmeséljem, képzeljétek, jó pár év kihagyás után ma újra megyek jégkorcsolyázni. Annyira nagyon várom! Gyerekként, fiatalként eszméletlenül sokat jártam a tesómmal, szüleimmel, barátaimmal jégkorcsolyázni. Aztán volt most egy-két éve egy kihagyásom, és nem űztem ezt a sportot valamiért, és mindig azt szoktam mondani, hogy hamarabb tudtam korcsolyázni, mint járni, ami egyébként majdnem, hogy igaz is. Úgyhogy képzelhetitek, hogy mennyire nagyon izgulok, hogy most végre újra a jégre léphetek. Elképesztően várom, és még várhatok is egy kicsit, még találkozom előtte gyorsan két lányjal, akik megvesznek tőlem ruhákat. Újra töltöttem fel ruhákat az eladós Insta oldalamra, úgyhogy csekkoljátok le, ha kíváncsiak vagytok, és csak utána tudok menni, és már nagyon izgulok, és alig várom, hogy ott legyek, és nagyon bízom benne, hogy ez is olyan, mint a biciklizés, hogy nem lehet elfelejteni, és hogyha ott vagyok, akkor minden az eszembe fog jutni, és olyan lesz, mint régen, de ha nem, akkor is nagyon várom, mert annyira szeretek korcsolyázni. Viszont még mielőtt elindulok, meg akartam mutatni az ajándékokat. Végre minden ajándék megérkezett, minden be van csomagolva, és a helyén van a fa alatt, és meg akartam mutatni, hogy milyen jól mutat így együtt. Egyébként azt nem tudom, mit kezdjek a felszabadult időmmel, ugyanis olyan jó volt, hogy így mindig megjött velem egy csomag, és akkor ezt be tudtam csomagolni, és volt esti programom, egy ilyen kis kreatív programom, és most így nem tudok mit csinálni a felszabadult időmmel. Mindegy, legalább jó időm Starcraftozni, szóval nézzük, hogy jó de lett. Szóval mindegy, a lényeg, hogy meg akartam mutatni az ajándékokat, hogy hogyan is néz ki a fa alatt. Ez lesz a jégkorcsolyás szettem, egyébként semmi extra, full fekete az egész, de ami talán izgi, ez a fejpánt vagy fülvédő. Tök passzol szerintem a korcsolyázáshoz is egyébként, meg legalább nem fog lefagyni a fülem. Úgyhogy ez lesz a vége. Nagyban veszem fel már a következő heti vlogmaszt, aztán rájöttem, hogy az előzőt még be sem fejeztem, mindegy, úgyhogy gyorsan meg is ragadom az alkalmat, hogy elköszönjek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legközelebb pedig találkozunk egy újabban. Ráadásul lehet, hogy ez nem is lesz olyan nagyon-nagyon sokára, de ennél többet nem árulok el. Legyetek jók, sziasztok!